Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy újabb Warframe videó, kicsit haladóbbaknak, tehát hogyha már nem vagy kezdő, ha már megvan az űrhajód és megnézted a Warframe kezdőknek videót, akkor most jöjjön a következő fokozat, ahol fogunk beszélni a szindikátusokról, fogunk beszélni a tradingről, és fogunk beszélni a questekről, hogy hogyan érheted el a questeket, és különböző questek miért jók, hogyha megvannak, úgyhogy ja, tehát lesz itt kereskedés, lesz itt szindikátusok, és lesznek küldetések, hogy mi miért jó és mire jó, és ja, hát beszélhetünk talán a kutyákról, és attól függ, hogy fér bele az időbe. Ja, fogunk beszélni az Orokin Derelictről és a Voltranról. Volt alatt most ilyen széfet értünk, ez is jó magyar szó, szóval egy széfet értünk, ahova lehet vinni úgynevezett bizonyos kulcsokat, és ilyen kulcsokat, mint például a Decay Dragon Key, Bleeding Dragon Key, stb. Fogunk erről is beszélni, úgyhogy ezeket érdemes tudni azoknak, akik már így képítették az űrhajót egy-két küldetésen, részt vettek, és tudják, hogy mi az a Void, és tudják, hogy mi az az Orokin Derelict, de gyorsan mondom, a Void az egy nem bolygó, hanem űrhajó féleség, hosszú a játék története, de a lényeg az, hogy itt többnyire prime cuccokat lehet kifarmolni, és XP-t lehet jól farmolni, stb. Ez a nagyon rövid magyarázata a Voidnak. Az Orokin Derelict maga története is hosszúra nyúlik vissza a Warframe-ben, de a lényeg az, hogy ez is egy ilyen űrhajó féleség, ahol valamikor régen emberek éltek, de most már nem. Itt pedig megszerezheted a Necrost elsősorban, és különböző játékokon, különböző alkatrészeket, prime cuccokat itt is meg lehet szerezni, úgyhogy ide is érdemes. És itt vannak az Orokin Derelictben azok a bizonyos széfek, amikről később szó fog esni. Na de most jöjjenek a szindikátusok. Mik azok a szindikátusok, hogyha a Warframe történetében tekintjük, ha nagyon visszamegyünk a múltra, onnan indult a Warframe, az úgy volt, hogy a Földön az emberiség kipusztult, mert elindult az a bizonyos vírus, amit most az Infested képvisel ebben a játékban, ez még a Dark Sectors nevű játékról ered. Föld kipusztult, az emberek kiköltöztek az űrbe, szétváltak csoportokra, Greenir Corpus, és ugye a Lotusnak a bizonyos dolga, és ugyanúgy megszülettek más ember csoportok, és nyúlok a Redwill, Perinszüge, Cephalosod, a Arbitres of Hexis, Tilmeridiel, szóval ők ilyen embercsoportok, akik így elkülönültek a korpusztól, a Greenirtől, stb. És megalkották a saját kis frakciójukat. Na most eldöntheted, hogy te ezeket a frakciókat támogatod, és hogy kiket támogatsz. Érdemes megnézni ezt. A szindikátusokba belefogni úgy gondolom akkor érdemes, amikor már van egy 4 karaktered esetleg, amit gyorsan így összeszed, mert mindegyik szindikátus, én a New Locat és a Perin Sequence-et húzom jelenleg, mindig szindikátus valamit ad. És ugye ők például Last Team Heal Restore, tehát ilyen például adnak ilyen életfeltöltött modokat adnak, egyes modok nagyon hasznosak, mint például a Hydroidnak ez a mag, ez a Pilfering Swarm, 100%-os drop chance-et, úgyhogy úgy lehet formolni a Hydroidon, hogy elképesztő, tehát az ultiát elsősöd és akárkit eltalál, ott biztos, hogy valamit droppolni fog. Például a Meghez a Greedy Pult adja, a Nyxed a Mind Freak-et, ami 500%-os damage-et boostot ad az elsődleges képességének, szóval hogyha valakit megszállsz a Nyx-el, akkor plusz 500%-os damage-e lesz annak a karakternek. Szóval egyre-egyre jobbnál jobb dolgokat adnak, fegyverre, Santika Stunast, ilyen kis köpönyek féleséget adnak tűzből, szóval marha jó kis modokat adnak, és ezért választottam ezt a kettőt, mert ebben vannak olyan modok, amit számomra azokhoz a Warframe-ekhez szerettem volna megszerezni, vagy fogom majd megszerezni, mert még a nyúlokát nem húztam ki. Na most a lényeg az, hogy tudsz belépni egy ilyen szindikátusba, odamész a szindikátus panelethez, rámész a általad kiválaszt a szindikátus, amit alaposan megvizsgáltál, és rámész, hogy initiation, szóval erre. És valószínűleg el fognak kérdeni egy bizonyos számú összeget. Na most ez itt mind nem ér véget, hanem szinteket fogsz lépegetni, ilyen pontszámokat szerzel, amit láthattok nálam is. Hogy szerzel pontszámokat? Az első szint
meg lesz, hogyha befizetted ugye ezt a bizonyos pénzösszeget. A második szinthez már majdnem biztos, hogy mindegyiknél viselned kell a jelüket. Tehát viselned kell valamiért a jelüket, és hogyha megvan a jelük, sőt, azt szerintem ki is váltom, hogy több jelem legyen. Nem, minden le van szarva. Viselned kell a jelüket, ezáltal meg tudod lépni majd a második szintet. A második szinten ki mit kér? Van, aki egy orokin reaktort kér, valaki egy formát, ha jól emlékszem, az enyém formát kér. A következő szintre egy orokin reaktort kért, szóval erre készüljetek fel, orokin reaktor forma, és közben folyamatosan viseljétek a jeleket, és természetesen kapjátok ezeket a pontokat, amit most nekem 41.587. A következő szintem, ez például kérnek ezt Kindle Prime Blade-et, és mennyi az? 250 ezeret még csak. Az utolsó szintnél talán 500 ezeret kérnek, és még valami, tehát már nem is akarom tudni, hogy mit kérnek, és mit kell farmolni. Szóval készüljetek fel, hogy kell lóvé, tehát majd egy 700 ezer kreditet el fogtok körteni, úgyhogy készüljetek fel a kreditszámmal, a Prime cuccokkal, és a Oroki reaktorra továbbá formával készüljetek fel, hogy ezeket el fogják tőletek kérni, ahhoz, hogy jobbak lehetek, viszont megéri megszerezni ezeket a cuccokat, kihúzni ezeket a cuccokat, hamarosan arra is rátérek, hogy egyrészt azért, mert a saját Warframe-edet erősebbé tudod tenni velük. Szóval egyet vagy kettőt húzol, te döntöd el, nekem kettő belefért volt annyi lóvém akkoriban, úgyhogy, és így szerre egyesével, így is kihúztam. Na most, hogyha már megcsináltuk a szindikátusokat, és akkor már, hogy benne vagyunk a játékban, és kihúztuk egész jól, akkor jöjjön a trading. A tradingnek a rövid magyarázata. Megnyomod a T gombot, itt van egy trading gomb, és amint láthatjátok, van a want to sell, a WTF, remélem nem want to fuck, de valószínűleg want to sell-t akart élni. Van a WTS, az want to sell, van a WTB, want to buy, és van a WTT, want to trade. A want to buy venni akar, want to sell eladni akar, a trade az pedig cserélni akar. Na most, cserélni, eladni, vásárolni csak prime cuccokat, illetve különleges fegyvereket lehet eladni, mint például ezt az úgynevezett Prisma Scanát, hol vagy? Tehát például ezt a Prisma Scan, úr is el ne adjam már véletlenül. Tehát ezt a Prisma Scan, ez egy különleges fegyver, és ezt el lehet adni platináért, vagy el lehet cserélni, amivé akarod. Továbbá lehet még cserélni a Raid-ben megszerzett modokat, illetve különböző arcane, majd rájöttök, hogy mi az arcane cuccokat, a Raid, the Law of Retribution. Itt lehet szerezni különleges cuccokat, arcane cuccokat, ott is, azokat is el lehet passzolni, modokat lehet elpasszolni, platinát lehet elpasszolni, különleges fegyvereket, azt mondtam, a kutyádnak az imprintjeit lehet elpasszolni, amit én jelenleg, hoppá, ez kész van, amit jelenleg én egyet elkészítettem, és még készítek még egyet. Ezeket az imprinteket, ha van értékes kutyád, nekem van például nem ez, hanem van egy Lotus Hurász Kubró, ami elég értékes volt, és készítettem róla egy ilyen genetikus imprintet, és el tudtam passzolni. Nos, és akkor a tradingre rátérve, tehát azon kívül, hogy ezeket lehet tradingelni. Másmiért? Miért hasznos, hogy szindikátusokat húzol? Azért, mert a szindikátusodban felelhető egyes modok értékkel bírnak ám a tradingben, szóval én már annyi greedy pult eladtam, hogy a 300 akárhány platból, ami jelenleg nekem van, 357-ből, ami jelenleg nekem van, az 100 plat tuti, hogy csak greedy pullokból volt, és a greedy pull értéke valahol 15 és 10 plat között mozog, szóval lehet rendesen farmolni platinát a szindikátus modokból. Nem beszélve, hogy vannak értékesebb vannak értékesebb prime cuccok, mint például a Loki, amiről nekem jelenleg hiányzik a system, de ha meg lesz a system, csak a Loki systemnek önmagával az értéke 100 és 150 plat között mozog, maga a Loki olyan 200-250 plat között mozog a teljes set, szóval vannak cuccok, amik értékesek, vannak cuccok, amiket nem értékesek, amik cuccok nem értékesek, és most kapaszkodjatok meg, azok a cuccok,
ad, el lehet adni úgynevezett dukatokért. Na most dukatokat honnan lehet szerezni, és most meg fogom nektek ezt gyorsan mutatni, és ti ezt ki fogjátok várni. Elmentek például a Saturnusra, az egyik bolygó, a Relay Tenóba, ugye a Cronion Relaybe, és szépen meg fogjátok várni. Ugyanis, ugye vannak azok, amik kevésbé bírnak értékkel, nem lehet őket elposztolni, neked van már belőle 5000, nem tudsz vele mit csinálni, és nem szabad eladni kreditér. Jó, a Prime cuccokat nem adjuk el kreditér, mert nem szabad, mert lehet kapni értük egy értékesebb dolgot is, szóval elmegyünk ebbe a Tenor Relaybe, ahol mindig hatalmas a lag, és... gyakorlatilag futunk, megmutatom az utat, mert sokan nem tudjátok megtalálni elsőre. Szóval ideértek, van itt egy nagy Rhino szobor. Ez az, nagyon nagy Rhino szobor. És itt az oldalt van ilyen Trader Surface, látod? És itt van például nekem Braton Prime Receiver, van belőle kettő. Én úgy szoktam csinálni, hogy mindegyikből eladok egyet, és úgynevezett dukátokat kapok érte, ami itt nekem jelenleg ez a 160. Szóval, és ezekből, a dukatokból, amiket vesz, látjátok, amit írott? Trader surfacing in 10 days, 3 hours, 18 minutes, 29 seconds. Szokott jönni egy kereskedő, amit csak úgy tradernek hívunk itt a Warframe-en belül, ami értékes cuccokat, a többek között azt a bizonyos Prisma szkanát, amit láthattatok, szokott adni skineket, szokott adni értékes modokat, jobb modokat, szokott adni nem ilyen páncélzatot, szóval nagyon értékes cuccokat szokott hozni, amit bizonyos dukatokért lehet megvenni. Ezért is jó, ha a Prime cuccaidat nem a kreditér adod el, hanem megtartasz belőlük mindegyikből egyet, mert sose tudhatod, hogy el tudod-e adni őket tradingen, vagy dukatokért, és a némelyiknek azért van kemény értéke, tehát olyan 2000 dukatnyit szedtem össze, 3 Prisma szkanát sikerült kihúznom a tradingtől, a tradertől a múltkor, és azt a 3 Prisma szkanát mindegyiket elpasszoltam fejenként egy 50 plottét, többet is megérte, de akkor annyit ért, szóval gyorsan 3 Prisma szkanát kiszedtem, plusz még van nekem, és egy, és boldog vagyok, mert szereztem platot, szóval így kell gondolkodni a tradingben. A trading maga nagyon egyszerű, egy kicsit figyelni kell, adj magadnak egy negyed órát, hogy figyelgesd a tradinget, hogy van-e olyan modod, prime cuccod, fegyvered, valamit, kutya imprinted, amit el tudsz passzolni pénzért. Kicsit figyeled, nézed a one to buy. Nos, továbbá, amit tudni kell még a Relay-ről, hogyha ide jöttök, tovább jöttök ezen a kis izén, akkor elértek ehhez a ponthoz, ahol... megtaláltuk a különböző szindikátusoknak magának a bázis helyüket is, hogyha személyesen szeretnétek őket meglátogatni, például kik ők, nem tudom. Á, igen, talán a Paris Sequence Front se tudja, nem érdekel. Ott van a Cephalon Suda. Ha minden igaz. Cephalon Sudánál, mert őróla még esik szó, bizonyos questeknél is, nem beszélve arról, hogy Cephalon Sudának lehet gyűjteni szintézis targeteket, amit itt be tudsz váltani, szintézis targeteket be tudsz váltani különböző modokért, cuccokért, skinekért, és a többi. Szóval a szintézis targeteket szkenneljétek be, küldjétek el. Móka. Na, ez még a Warframe-ről, magáról a relayekről szól. Szokott, mert sose lehet tudni, hogy a tradingnél, a tradernél mit lehet kiváltani. Ez lett volna a szindikátusok és trading egybe. Jöjjön gyorsan a quests. A questeket meg kell csinálni, ami kötelező megcsinálni a questek. Archwing, Hall of Kubro, Once Awake és Stolen Dreams. A Stolen Dreams-et azért kell megcsinálni, mert utána nem tudod fel, ha nem csinálod meg a Stolen Dreams, nem tudod felvenni a New Strange-et. De ha még megcsináltad a Stolen Dreams-t,
Az még mind semmi, mert el kell érd az ötös szintet, az ötös mastery rangot, ezt, ami nekem itt 11. El kell érd, hogy megcsináld megcsinálhassd a New Strange küldetést. A New Strange küldetés a Cephalon Sudánál tudod felvenni a Saturnuson, ahol jártunk az előbb a Saturnuson, és megkaphatod érte a kromát, ha szépen végigmész az összes ponton, megkapod érte a kromát. Továbbá, ha szinteket lépegetsz föl, felveheted a további küldetéseket, mint a Patient Zero, aki a mesát fogja adni, felveheted a Hidden Message-et, ami a mirást fogja adni, és felveheted a Limbo Teoremet, amit jelenleg csinálok, ami a Limbo Warframe-et fogja adni. Mindegyik nagyon jó kis Warframe, főleg a Mesa és a Mirage is nagyon kis ügyesek. Szóval így kell gondolkodni. Honnan vehetsz még questeket, ha bemész a marketbe? Equipment, talán gear? Nem gear, components, nem, fenne se tudja, keys and drones, azaz keys and dronesnál megveheted a Patient Zero-t, vehetsz Law of Retribution-t, a Raid-et, a Limbo Theoremet, Hidden Message-et, szóval mindegyik itt vehet új questeket, de ahhoz el kell jönned egy bizonyos mastery rangot. Nos, srácok, azt hiszem ennyi lett volna. Röviden ez a trading, ez a szindikátusok, és ez a trader és a relayek. Kutyából jelenleg nekem például a három van, és mint mondtam, egyes kutyák mondjuk, akinek van ilyen furcsa színe, vagy lótusz jel rajta, azok magasabb értékkel képviselnek, hogy netán egy nagy darab dagadt állat kutyát születik, azért akár 400 platot is fognak neked fizetni, mert hozzá ez egy nagy darab állat kutya. Nos, valóban ennyi lett volna, érdemes így gondolkodni a tradinggel, érdemes megnézni, milyen módjaid van, amit van-e értékesen, amiket el lehet passzolni, és a többi, de a szindikátus modok értékesek, és azért fizetnek ilyen 10-15 platokat ebből a szempontból. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!